Egy bajba jutott labrador szorult segítségre január 2-án Pécelen, a befagyott csúnya tavon. A jég vékony volt, ezért a jelenlévők a négylábú kimentéséhez a katasztrófa védelem beavatkozását kérték. A budapesti búvár szolgálat és a péceli tűzoltók együttműködésével sikerült biztonságba helyezni a kutyát. Egy zsemle színű labrador került nehéz helyzetbe a péceli csúnyató vékony jegének közepén január 2-án. Mivel az állat messze volt a parttól, a problémát észlelő lakosok és a helyi tűzoltók nem tudtak a megmentésére sietni, ezért a harcsa hívójelű budapesti búvárszolgálatot riasztották a 13. kerületből. A jégről és vízből való mentések során minden esetben az ő segítségüket kérik, mert specifikus eszközökkel rendelkeznek, mondta Ekolozsi Péter tűzoltó főhadnagy, a fővárosi katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője. A tűzoltó búvárszolgálat egy speciális szolgálat, a speciális jellegéből fakadóan ugye ez egy olyan különleges egység, amely egyedülálló szaktudást képvisel. A búvárok éppen ezért folyamatosan oktatják a tűzoltókat arra, hogy az ő kiérkezésükig a hagyományos tűzoltói eszközökkel, technikával, ilyen például a kötél vagy a létra, hogyan tudják a mentési feladatokat ellátni, mivel hogy ezek olyan mentési feladatok, amelyek speciálisan a búvár szakterülete, de vannak olyan mentések, amelyeket a tűzoltók is végre tudnak hajtani. Például a jégről való mentés esetén nem mindegy, hogy hogyan közelítik meg a sérültet, vagy esetleg a mentendő állatot. A péceli akció során a vízhatlan felszerelést viselő szakemberek az állatot egy speciális, felfújható mentőszigetre helyezték, amit a partról a helyi tűzoltók kötéllel biztosítottak. A hideg időben a téli ruha rendszeresített, most is ez volt a búvárokon. Ez a ruha védelmet nyújt nekik a hidegebb vizek esetén a merülésnél. Természetesen most is szükség volt erre, hiszen jégről mentés valósult meg. Martita készenléti egység sikeresen kihozta és visszajuttatta aggódó gazdájához. A kutya gazdája a mentés utolsó szakaszánál ért a helyszínre, rögtön átadták neki Marcita labradort, természetesen állatorvos is megvizsgálta. Az esetnél jelenlévő állatorvos megállapította, hogy az ebnek az ijegységen kívül nem esett baja.